végső harc vár rád. Minden valóság és jelkép is lesz egyben, ha ébren tartod figyelmedet. Szaturnusz leszel, és ciklikus sorsát ismételheted, felismerve annak lényegét. Ez az egy irányba száguldó, kaotikus kavargás kora. A meghaltak visszatérnek, a rendszerből kilépni nem lehet. Egységet teremtesz, amiként Szaturnusz. Az aranykornak vége, az egység felborul, osztódás és káosz következik, menned kell tovább! Szaturnuszként járod körül, haladj át világodat. Engedd sorsodnak, újra közösséget és egyensúlyt teremtesz. A megteremtett egyensúlyod újra borulni kezd. Élő vagy holt is része a rendszernek, melyből szokványos ésszel és módon kilépni nem lehet. Na! Mondd hát! Ember vagyok. Bennem kavarog a bolygók szelleme és anyaga. Bensőmben taszítanak és húznak. Időről időre, hol kavargás, hol egyensúlyt teremtenek. Körükből kilépni, csak sorban megismerve természetüket, őket meghaladva lehet. Na, mondd! Felismertem rendező elven. Egyensúlyban vagyok. Itt maradva, egyensúlyot újra elveszítem. A bikasz ügyéből fakasztott szent vér alatt állsz, amely maga a tejú. Mithrasz a kozmoszon túli és a kozmoszon benti világ ura elfogad téged. Az égi bika Mithrasz által kiontott szent vére borítsa be lényedet, megváltva és szent titkos tudással eltöltve lelkedet. Felismerhetetlen és kimondhatatlan, ami tejútként rád zúdul. A bika vérének ereje lesújt és felemel. Öltsd fel a mindenségen túli világ ruháit, melyeket a bika vére átított. A mindenségem túli világ ruhája. Takarjon be emlékként a meghaladott égbolt köpenye. Az égbolt köpenye. Illeszt fejedre az uralkodás fejfedőjét. Az uralkodás fejfedőjét. Vetkezett be a meghaladott Szaturnusz sargóját. Szaturnusz sargóját. Vetkezett be a meghaladott világ feletti hatalom pálcáját. A hatalom pálcáját. És most hol vagy? Az ellentétek között. És? Ki vagy te? Nyíl vagyok. És mi lesz, mit tesz veled az Isten? Átröpít az ellentétek között. És mit hagysz el? A kettősség világát. És hová repülsz? Az egységbe. Egy fény nélkül, mégis ragyogó világ. És hol van az a világ? Túl az álló csillagokon, és így. Meghaladtad a világot, a bika vére beborított, erejével korlátaidat meghaladtad. Már nem vagy része a hatalmas egésznek, elszenvedője csapásoknak,
túlélője veszélyeknek, vándorló életeknek. Utoljára vetted kezedbe a sarlót, ezután már csak vetsz, és sohasem aratsz. Átvétted a legfülső kör. Szaturnusz ciklikussága számára véget ér. Az örökké élő Mithrasz része lesz. Páter vagyok. Páter vagy. Páter vagyok. Páter vagy. Páter vagyok. E pillanat édessége és nyugalma végtelennek tűnik. Csodálat és hála van szívemben. Szent és titkos tudásoddal térj vissza, és hirdesd, Mithrasz útja újra megnyílt, de mégis titok maradt. Beavatásoddal új küldetést kaptál, tudásoddal és tudásodból készíts elixírt, és add át azt másoknak is. Uram, én nem hiszem, hogy bárki küldetést érnél, de azt most már tudom, hogy sokan, ki ha tudnám, félnél, és látom, hogy van, aki ha tudnám, remélem. Ne féljen, bárkivel megtörténhet, tehát mind félnél.